Akkor egy kis figyelmet szeretnék kérni. Mondtam, hogy hamarabb elkezdhetjük a gyúrást, de olyan feltétellel, hogy mindenki csöndbe lesz ez alatt a 10 perc alatt, amíg a köszöntők elhangzanak és a megnyitó, jó? Köszönöm szépen! Az őszutó fesztiválunkon nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendezvényünkön megjelent. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Gulyás György urat, a Békés megyei kormányhivatal Békés Csabai járási hivatalának hivatalvezetőjét. Nagy tapsok! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt van körünkbe, és elfogadta meghívásunkat. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Müller János urat, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége alelnökét. Támogatónkat, ugye a Jani támogat bennünket. Tisztelettel köszöntöm Zalai Józsefnét, az Életed az Éveknek Klubszövetség megyei elnökasszonyát. Gólya Pál urat, a Civil Szervezetek Szövetségének elnökét. Szatmári Júliát, a Civil Szervezetek Szövetsége ügyvezetőjét. Hercegné Szabó Mariant, a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumi tagját, aki segít nekünk abban, hogy az ilyen rendezvényeket meg tudjuk valósítani, és pályázati forrásunk legyen hozzá. Kis József urat, Józsi később fog jönni a Civil Szervezetek Szövetsége elnökét. Makra Tibor urat, Biharugra polgármesterét, aki szintén támogatta rendezvényünket, sajnos el kellett, hogy menjen, de visszajön még közénk. Kölesné Vandra Évát, a Városi Egyesület elnökét, Városi Nyugdíjas Egyesület elnökét. Csendes Ferenc urat, nem tudom, hogy Feri itt van-e. Itt van? Akkor később fog jönni, jó? Köszönöm szépen. Mike Zoltán urat, a Hajdú-Bihar megyei Egyesületek Szövetsége elnökségi tagját, és tagjait, akik Hajdú-Bihar megyéből évről évre eljönnek hozzánk. Köszönjük! Krizsán György urat, a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége alelnökét, Balázs Imre urat, a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége alelnökét, Valakné Kőrösi Eszter szövetségünk alelnökét, és állandó segítőnket, Kis Lászlónét elnökségi tagunkat, Marika most is ott ül az asztalnál és adja ki a jegyeket. Bíróné Marjolos Máriát elnökségi tagunkat, ők válvetve végzik a munkát Marikával, úgyhogy oldalra nézzünk. Hegyesi Zsuzsát elnökségi tagunkat, Jenei Andrásné elnökségi tagunkat, Horkobárdi Zoltán urat elnökségi tagunkat, aki a mai gyúrást intézi és a csapatokat. Köszönetet mondunk Kozma János úrnak, a vagyonkezelő ZRT vezérigazgatójának, és Fodor Gábor úrnak, a Csaba Park igazgatójának, és munkatársainak, hogy helyet biztosítanak a rendezvényeink megtartásához. Most pedig szeretném nektek bemutatni a zsűri tagjait, akikre ma minden szem figyelni fog. Egyébként én azt gondolom, hogy ezen a napon mindenki nyer. Most attól függetlenül, hogy most mi együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, jó kedvel, közösségbe, én azt hiszem, hogy ez mindennél többet ér. A zsűri tagjait szerintem nem olyan nagyon kell bemutatni, mert mindenki a Kolbász Fesztiválon is, és azért képviselve Békés megyét, nagyon sok fele az országban zsűrizik. Bemutatom nektek Szabó Ilonát, itt a pedagógus író, és 20 éven át volt a Kolbász Fesztivál házi asszonya. Nagy tapsot neki!
Varga János urat, nyugdíjas igazgatót, a Kolbász Klub elnökségi tagját. A Janit is szerintem ismeritek. Regős László urat, nyugdíjas mérnök, a Kolbász Klub ellenőrző bizottságának tagja. Tehát gyakorlat, zsűrivel állunk szemben, de azt tudjuk, hogy aki nem nyer, a zsűri soha nem igazságos. Köszönjük szépen, hogy elfogadták, és hát azt még mondom. Köszöntöm Petneházi Gézát, állandó zenészünket. Köszöntöm az Ampold Ambulancia munkatársát, akinek valami egészségügyi problémája van, itt találja. Ők folyamatosan részt vesznek a rendezvényünkön. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a gyúró csapatokat, biztassuk őket nagy kapcsal. És kiemelt tisztelettel köszöntöm azokat az önkénteseinket, akik a mai napon szövetségünk elismerését vehetik át áldozatos munkájukért. Köszöntjük a szövetség jelenlévő képviselőjét, valamint minden egyes egyesületi és klubvezetőt és ezek tagjait, valamint rendezvényünkön megjelent minden nyugdíjas társunkat és kedves vendégünket. Köszönet a szövetség elnökségi tagjainak és nyugdíjas társainknak a segítségért, mert nélkületek ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek, mindig számíthatunk rátok, ezzel is erősítve a közösségépítést és szövetségünk működését. Támogatóink a Nemzeti Együttműködési Alap, a Békés Megyei Önkormányzat, a Nyugdíjasok Szociális Fóruma, és Biharugra önkormányzata. Köszönöm. Most pedig felkérem dr. Gulyás Györgyöt, a Békés Megyei Kormányhivatal, Csabai Járási Hivatalának vezetőjét, szíveskedjen a rendezvényt megnyitni, és egy nagyon kicsit csendet kérek. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt alelnökasszonyok, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Békés Megyei Kormányhivatal nevében a mai őszutó fesztiválon. Enyém a megtiszteltetés, hogy megnyissam ezt a jeles rendezvényt, és engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak Önökkel ezen alkalomból. Az ENSZ közgyűlése már 1991-ben felismerte azt, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be a társadalomban az idős emberek, és hogy kiemelkedő jelentősége van annak, hogy odafigyeljünk az ő életkörülményeikre, élethelyzeteikre, speciális problémájukra. Éppen ezért 1991-ben úgy határoztak, hogy október első napját az idősek világnapjává szentelik, illetve idősek világnapjává teszik. Ez egy nagyon szép gesztus, illetve kezdeményezés, viszont én úgy gondolom, hogy nem csak az évnek, ennek az egy napján kell kiemelkedő figyelmet szentelnünk Önöknek, hanem valamennyi más napokon is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Anélkül, hogy nagy szavakat vagy közhelyeket használnék, azt hiszem kijelenthető, hogy az elmúlt 28 évben a világ visszavonhatatlanul megváltozott. A mai időben, ha lehet, még nagyobb szükség van a mai fiatal generációknak, az Önök, az idősebb generáció támogatására, segítésére, illetve az élettapasztalatukra. Saját példámból, illetve a környezetemben élők példájából is számos olyan esetet tudok felsorolni, hogy a fiatal vagy középkorú házaspárok, akik a rohanó világban semmire nem tudnak időt szánni a munkán kívül, rá vannak szorulva az Önök, a szülők, nagyszülők segítségére. Akár egy-egy ház körüli munkában, akár abban, hogy a heti meleg ételt megfőzzék számukra. És ez még hatványozottabban igaz akkor, ha unokák is vannak. Önök pedig fáradhatatlanul,
segítenek, támogatnak és oltalmaznak bennünket. Ezért hatalmas tisztelet és köszönet illeti önöket. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a mi generációnk nem csak hogy nem lehetne itt, hanem nem is tudnánk boldogulni az életben önök nélkül. Ahogyan haladunk előre az életutunkon, mindannyian számos eltérő élethelyzettel, problémával, kihívással szembesülünk. Egy valami azonban úgy gondolom, hogy közös. Az, hogy minden életkorban megvan bennünk az, hogy valahová szeretnénk tartozni. Ez jellemzően az életutunk során az iskolát vagy iskolákat, illetve a munkahelyet, illetve munkahelyeket jelenti. A nyugdíjba vonulás után azonban kiesünk abból a közösségből, amelyet a munkahely jelentett. Éppen ezért van óriási jelentősége azoknak a szervezeteknek, egyesületeknek, akik a nyugdíjas korúak számára programokat, rendezvényeket szerveznek, mert ezzel egyrészt elfoglaltságot, szórakozási lehetőséget biztosítanak, másrészt viszont közösséget is építenek, és ezzel megelőzik az elmagányosodást. Igazak Albert Schweitzer gondolatai. A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. Az akarat és a képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon. Az olyan rendezvények, mint ez a mai is, hozzájárulnak ahhoz, hogy a szellem és a lélek állapota olyan formát mutasson, amely rácáfol arra a számadatra, amit életkornak hívunk. Szívből gratulálok a szervezőknek, amiért fáradhatatlan lelkesedéssel és igyekezettel töltik meg tartalommal azt, amiért a szervezetük létrejött, többek között, hogy színesítsék a megye nyugdíjasainak az életét. Tudjuk, ha október és ha Békés Csaba, akkor hagyományosan a kolbászé a főszerep. Ezért is kerül sor a mai napon megrendezésre, a nyugdíjas kolbász olimpiára, amely immáron a harmadik a sorban. Azoknak, akik a rendezvényen, illetve a versenyen részt vesznek és kolbászt gyúrnak, készítenek, jó versenyzést és sikeres szereplést kívánok. Azok, akik pedig csak élvezni akarják a mai napot, azoknak jó szórakozást, végezetül pedig mindannyiuknak jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánok. És még egy kötelezettségemnek kell eleget tennem. A Nyugdíjasok Országos Szövetségének alelnök ura megkért, hogy jelezzem, hogy 100 darab tombolát ajánl föl, amelyet én elnökasszonynak fogok átadni, és tőle ez a 100 darab tombola jegy átvehető. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük Gulyás úrnak a megnyitót, most pedig felkérem Hercegné Szabó Mariannát, a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumi tagját, szíveskedjen köszönteni a megjelenteket. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelentet. Nagyon örülök, hogy ismét itt találkozhatunk, és annak is, hogy sikeres pályázat keretében valósulhat meg ez a rendezvény is, hiszen a Nemzeti Együttműködési Alaptól elnyert támogatást most itt tudtuk önöknek biztosítani a sikeres pályázat révén. Kérek minden egyesületi vezetőt, akik még eddig nem nyújtottak be pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, ezt tegyék meg, hiszen október 1-től megnyitottuk a pályázati lehetőséget, és az 5 kollégiumhoz várjuk az önök pályázatait, hogy ilyen vagy még ennél nagyobb és sikeres rendezvényeken tudjanak részt venni, mi pedig tudjuk támogatni az önök áldásos tevékenységét. Mindenkinek jó gyúrást kívánok, kellemes napot, és érezzük jól magunkat jó egészségben. Köszönöm szépen!
Most mielőtt elkezdenék a műsorunkat, akkor ismertetném a napprogramját. A zenészünk fog nekünk játszani, először majd a Családapácai dalkör fellép. A Petneházi Géza zenészünk játszik, egy verset fog nekünk majd Nagy Bálint úr elmondani. És akkor utána Petrócki Csaba, tázdal és nótaénekes fog műsort adni nekünk 11:12-től. 12 órától pedig majd a köszöntők lesznek, az elismerések átadása, és utána pedig ebéd. Ebéd után 14 óra körül lesz a Kolbász Olimpia eredményhirdetése, és 14, utána pedig a tombola húzás. De hogyha meglátjuk, hogy hogyan alakul. A Kolbász Olimpia résztvevőinek jó verset és jó kedvet, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai napra. Most pedig felkérem a Családapácai népdalkört a műsoruk megtartására. Addig egy kicsit bemutatom a dalkört. 11 éve alakult a dalkör egyszerű énekelni szerető emberekből. A dalkör vezetője Deák János harmonikás. Citerán játszik Szabó Gábor. Jelenleg 21 tagja van a csapatuknak. Legidősebb tagjuk 88 éves lesz, a legfiatalabb 12 éves. Tehát igazán figyelnek a generációk közti együttműködése, tehát átadják a hagyományokat. Nem csak Családapácai, hanem Pusztaföldvári, Mezőkovácsházi és Gábor telepi taguk is van, akiket a dal szeretete hozott közénk. Elsősorban a községben megrendezésre kerülő ünnepeken és egyéb rendezvényeken lépünk fel, ezt írják. Az idősek otthonát havonta látogatjuk, hogy műsorunkkal örömet szerezzünk. Hetente több órát gyakorlunk, nagyon várjuk a próbákat és a közös énekléseket. Egyre több meghívásunk van, aminek próbálunk eleget tenni. Nem csak népdal, hanem katonadalokat, mulatós dalokat, operettet, hazafias dalokat is szívesen éneklünk. Rendszeres fellépők vagyunk a környék templomaiban, idősek otthonában és az adventi műsorokon. Több zenés darabunk közül a Cigánytábor című zenészív darabunkat eddig 38 alkalommal adtuk elő. Én is láttam, csodálatos. Mindig vidámnak és jókedvűek vagyunk, és ezt szeretnénk átadni a bennünket hallgatóknak. Szerintem mi vidámnak és jókedvűek vagyunk. Most egy operettcsokrot hoztak el, hallgassuk őket olyan nagy szeretettel, mint ahogy azt ők előadják nekünk. Köszönöm.
segít Kovács Ernőnek, segít betanulni. Nincs ottan hangos hírcsa, zongora, és szól a Lisztrán Szófia, és zongorok itt minden ember fia. Hallott-e Rozika te, merik a moziba te, tudott egy olyan mozik, hogy valami csoda. A régi mániát, régi hajtani
területek különálló lehet. Igen, teljesen. Körnek. Nagyon jó hangulatot teremtettek nekünk, és én nekem van óriási mulasztásom, aki a legtöbbet segített ezen a rendezvényen, nem mutattam be őket, tehát bocsánat, olyan sok minden volt, úgyhogy nagyon nagy tisztelettel bemutatom Mizó Ferencet, kultúra referensünket, a magyar kultúra lovagját, Dévai János Tégizikét, elnökségi tagunkat, aki most is az aláírásokat csinálja. Gizike! Na, bocsánat, úgyhogy elfelejtettem, akkor Pasekné Margót, elnökségi tagunkat nem mutattam be, meg Bödes Anyit. Úgyhogy nézzétek el nekem az én mulasztásom. Tudjátok, szoktam mondani, hogy mindenbe benne vagyok, és ha azt mondják, hogy Szrenkáné nem csinálta meg, azt is elfogadom. Köszönöm. Most pedig szeretném felkérni Nagy Bálint Valentinuszt, mondja el nekünk a versét. Tudjátok-e, mi a szépkorúak titka? Tudjátok-e, mi a szépkorúak titka, aki a távot már nem teszik meg jól futva, hanem lassacskán, városnéző tempóban haladva, mert már ebben az áldott korban vigyázni kell, hogy az időt nem sürgetve gondolnunk kell előttünk álló jövőre. 72. évhez közelebb vagyok, mégis érzem, ragyognak rám a csillagok. Mert úgy gondolom, ami mögöttünk van már, megélt történelem, amiért azért nem kár, mert már nem lenne jó újból elkezdeni, ahova jutottam. Jó nosztalgiázni mégis, hiszen a múlt, jelen és jövő soha nem választható szét. Eljövendő időszak, ami még hátra van, úgy teljen el, hogy továbbra sem kelljen szégyelni. Hiszen és vallom, hogy akik most itt vagyunk, szép kort megélni továbbra is akarunk. Hiszen nem kell azt gondolni, hogy mi nekünk csak a fáradt panaszkodás a fegyverünk. Tudjátok-e, mi a szépkorúak titka? Akik a távot már nem teszik meg jól futva, hanem lassacskán, városnéző tempóban haladva, mert már ebben az áldott korban minek nekünk szélsebesen úgy rohanni, ifjú embereket mindig utolérni. Azért, ha kell,
zenére megindul lábunk, ekkor derékpályásra sem koncentrálunk. Szépkorú barátaim, ez a mi napunk, csak azért is mulatunk, el nem fáradunk. Töltsétek el vidámon, kellemesen a mai szép napot, ezt kívánom minden sorstársamnak, és természetesen az ifjabb nemzedéknek is, akik itt vannak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Gratulálok, kifejezetten jó voltál. Na, csak hogy tudjam. Jó van, azért jöttem ide, most meg visszamegyek. Figyelmet, nem soká lesz üres a színpad, de itt van a sztár fellépőnk, és próbálják még a hangtechnikát megcsinálni. Úgyhogy a Géza mindjárt fog játszani, és akkor valószínű 11 órára előre hozzuk a fellépését a Csabának, jó? Önkormányzat alelnökét, akik folyamatosan támogatják rendezvényünket. Nagyon szépen köszönjük nekik, és én át is adnám Tolnai úrnak a szót, hogy tartsa meg a köszöntőjét. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, igen tisztelt elnökasszony, igen tisztelt hölgyeim és uraim, nagy-nagy sokadalom, kedves ünnepeltek, mert hiszen ezen a héten, sajnos azt mondhatom, hogy csak ezen a héten, miközben egész évben, egész életünkben ünnepelnünk kellene az idős embereket, mindazokat a nagyon-nagyon tisztességben, sok-sok fáradtságos munkával megőszült, egyik része elfáradt, másik része még mindig aktív idős embert, aki az életünk nagyon-nagyon fontos tényezője. Tudjuk, hogy 1991. október 1-jét az ENSZ közgyűlés az idősek világnapjává nyilvánította Magyarországon, és remélem szerte a világon, október 1-én mindig az idős emberek a reflektorfénybe kerülnek, egy icipicit a figyelem is az idős emberekre összpontosul. Amit első mondatomban jeleztem, hogy számomra az lenne az igazi ünnep, hogyha ez a figyelem, ez a mindennapjainkra is kiterjedne, remélem, hogy így lesz. Úgy gondolom, hogy ennek a napnak és az idősek világnapjának a legfontosabb mottoja az kell legyen, hogy tisztelet, szeretet, megbecsülés, gondoskodás. Mert hogyha ezek nem történnek meg az életünkben, akkor beszélhetünk bármilyen ünnepségről, ezek üres frázisok. Én úgy gondolom, hogyha mindezek megvalósulnak, és azokat az embereket, akiknek köszönhetjük azt, hogy ma hazánk és a világ létezik, az mind-mind-mind nekik köszönhető, hiszen annak idején önök valamennyien fiatal családot hoztak létre, gondoskodtak arról, hogy a jövő az biztosítva legyen. Mára már új generációk léptek a helyükre, és mindenki reményeim szerint a jól megérdemelt pihenését tölti. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan a jelenlévők közül is, és az idős korosztályként definiált emberek közül is nagyon-nagyon sokan aktívak, van, aki még visszamegy dolgozni, és nagyon sokan a családjuk segítségére van, unokák tekintetében, és hát ezt nem annyira örömteli dolog mondani, de sok esetben még a családjuk anyagi támogatója is. De az élet az fura dolgokat tud produkálni. Én úgy gondolom, hogy mindazt, hogy
ma itt vagyunk, és mindig egy fura helyzetben vagyok, amikor kiállhatok a pódiumra, mert a valóságban akár koromnál fogva én ülhetnék a másik oldalon az önök helyén is, de hát a életünk az mindig fura játékokat üt velünk. Hála Istennek még aktívan köszönhetem valamennyiüket. Azt hiszem, hogy a utánunk jövő generáció, hogyha komolyan fogja venni, és már pedig komolyan kell venni, hogy az idős és sok-sok munkával, fáradtsággal a pihenőidejét töltő emberek, családtagok irányában szeretettel, odafigyeléssel és gondoskodással fogja tölteni az életét, akkor nem hinném, hogy az időskor az egy borzasztó időszak lenne. Az önök közössége, én azt hiszem, hogy példaértékű, akár Békés megyében, akár Magyarországon, hiszen egy olyan közösség, akik folyamatosan aktív, kreatív dolgokat tudnak bemutatni, hiszen énekelnek, táncolnak, különböző olyan színes dolgokat művelnek, ami az aktív korosztálynak is dicsőségére válik. Én mondandómat egy számomra nagyon szép versnek az utolsó verszakával zárnám, akinek a verséből II. János Pál pápa szentbeszédében is kiemelt egy részletet, ez pedig Óbecsei István Szeressétek az öregeket című versének utolsó verszakát szeretném a utánunk jövő korosztály irányában talán egy kis kutatásként is felolvasni. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. És mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Ezért előre is intelek titeket. Szeressétek az öregeket. Mindenkinek nagyon-nagyon hosszú, szép, boldog éveket kívánok. Nagyon jó erőben, egészségben, és örülök, hogyha minden évben a vendégük lehetek, hiszen úgy döntöttem néhány hónap azelőtt, hogy abba hagyom az aktív részvételt a közéletben, de aztán másként megváltozott a döntésem, úgyhogy 5 évig még kénytelenek elviselni, vagy barátsággal, vagy kényszerből, de ha jó Isten megsegít, akkor még van egy néhány köszöntése lehetőségem. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy köszönthettem önöket, nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy itt lehetek önökkel, együtt ünnepelhetek, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és a elismerésben részesülőknek meg szívből gratulálok. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Csak ide középre. Nagyon szépen köszönj, ez följebb kéne, Géza. Én sok eső esett, és nagyra nőttem. Köszönjük szépen a elnök úrnak a meleg szavait, és a nekünk szóló köszöntőjét. Egyébként igyekszünk méltóképpen idősként élni, de nem is vagyunk idősek. Körbe kell nézni ebbe a terembe, itt mindenki fiatal, meg hát ezt ahogy itt elmondta a Gulyás úr is, hogy hogyan fogalmazza meg Albert Schwerzer, ez tényleg így van. Csak az öregszik meg, aki már nem szárnyal, és hagyja, hogy a pessimizmus megdermessze a szívét.
Most pedig szeretném az önkéntesek, kérnék egy oklevelet, csak az elsőt kérem. El szeretném mondani, hogy a mai nap 22 ember kapja meg a Megyei Szövetségnek az elismerését, a saját szervezetük ajánlása alapján is. És el szeretném mondani, hogy mi van írva az oklevélre. Úgy gondoltuk az elnökség, hogy ez egy szép emlék lesz, amit mindenki eltehet magának. És a következő szöveg van ráírva a díszoklevélre. A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnöksége hálával köszöni meg Balázs Imrének, az alelnökünknek, a közjónak adott óráit, a minket gazdagító gondolatait, példamutató szorgalmát, a nyugdíjasokért, az időskorokért, a közösség érdekében kifejtett kimagasló áldozatkész munkáját. Tehát ezt fogja mindenki megkapni, de ugye elnézitek nekem, hogy nem fogom felolvasni mindenkinél. Balázs Imre 2002. márciusa óta Békésvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete elnöke. Előtte több mint 3 évig a Békési Idősekért Alapítvány kuratóriumának elnöke volt. 2005 óta a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének tagja, 2008 óta az alelnöke, 2009 óta a Nyugdíjas Szövetség Országos Tanácsának tagja, 1994 óta a Békés Megyei Ipari Szövetkezeti Nyugdíjas Alapítvány kuratóriumának elnöke. Balázs Imrét a Nyugdíjas Mozgalom városi, megyei, országos szinten több mint 20 éves, önzetlen, kimagasló társadalmi munkában végzett vezetői tevékenységéért javasoljuk kitüntetésre. Köszönjük szépen, Imre, munkátod a családodban, a közösségekben is. Nagyon jó erőt, egészséget kívánunk. A díjakat átadja itt Krizsán György úr és Müller János, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének alelnöke. Hegyesi Zsuzsanna. Zsuzsa 2010-ben csatlakozott a nyugdíjasok közösségéhez, 2013-ban a Szeghalmi Nyugdíjas Klubhoz. 2019 évben tartott tisztújító közgyűlésünkön az Egyesület tagjai istén bizalmat szavaztak neki, ezt írják a tagjai, így 6. éve a Szeghalmi Búzavarják Nyugdíjas Egyesület elnöke. Nehéz feladatot vett a nyakába, amikor a Szeghalmi Nyugdíjas Klub Egyesülettől történő átalakításának gondját magára vállalta. Lehetetlen nem ismer Zsuzsa, amikor az Egyesület dolgairól van szó. Szabad idejét és néha egészségét sem kímélve magas szinten irányítja a 130 taglétszámú közösséget számláló egyesületét. Minden tudását beveti különböző pályázatok írásánál, hát ez kell egyébként, és így a befolyt összegből biztosítja a kis közösség működését. Jó kapcsolatot ápol a megyei, kistérségi nyugdíjas szövetségekkel, helyi polgármesterrel, vidéki nyugdíjas klubokkal és egyesületekkel. Segíti a különböző szabadidős csoportok működését, szívén viseli az énekkar és a társcsoport munkáját. Színházba járás lehetőséget szervez határon, innen és túl. Zsuzsa vikkedélyű, szereti a művészetet, a kreatív dolgokat, szeret színházba járni és egészségmegőrző sétákat tenni. Szövetségünk vezetőségi tagja is, és aktív segítője, bármikor számíthatunk rá és kis közösségére. Csodálatos dalkörük és táncsoportjuk van, akik színesítik a Megyei Szövetség programjait. Köszönjük szépen, Zsuzsa, nagyon jó erőt, egészséget kívánunk, és gratulálok! Adamikné Hőgyes Katalin. 2006 óta tagja a Szeghalmi Búzavirág Klubnak,
majd jogodódjának az Egyesületnek, a Búzavirág Egyesületnek. Második ciklusban látja el az általános alelnöki tisztséget az Egyesületnél. Segíti az Egyesület életét változatossá, tartalmassá tenni. Kidolgozta az elnökségi tagot feladatmegosztását, valamint a tagságunkra jellemző különböző érdeklődési csoportok létrehozását. E jellemzők alapján az elnökségi tagok segítségével az Egyesület tagjai érdeklődési körüknek megfelelően tölthetik el a szabad idejüket. Tagja több csoportnak, meg ilyennek a munkájában szívesen részt vesz. Versenyszellemű, műveltségi vetélkedők, rendszeres résztvevője. Jelen városunkról gyűjt tudásanyagot egy vetélkedőn való szerepléshez. Tehát a demencia nem fenyeget, aki ennyit dolgozik. Szívesen segít különböző országos, megyei és hegyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Szeret táncolni, kirándulni, színházba járni. Kati a felelősségteljes munkájának is köszönheti egyesületünk sikeres tevékenységét, melyet ezúton is megköszönünk. És én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó erőt, egészséget jövőben is a munkát. Somogyi Magdolna Sára. Gyere, Magdikám! Magdi 2009 évben csatlakozott a nyugdíjas közösséghez. Kulturális alelnökként tevékenykedik, immár második ciklusban. Szakértője a bel- és külföldi kirándulások szervezésének és lebonyolításának. Én tudom, mert már kirándultam velük. Na várjál, igen. A verseny aktívan és sikeresen részt vesz a különböző megyei és helyi szintű műveltségi vetélkedőkön. A versenyek tudásanyagának könnyebb elsajátításához a kirándulásokat folyamatosan szervezi különböző helyekre. Sok szabadidőt fordít különböző csoportokban való részvételhez. Szerepel az Egyesület énekkarában, táncművészeti csoportjában, ahol nagyon szép eredményeket élnek el. A természetjáróknak is tagja, és 15 kilométeres távot teljesít, lekarikáz, úgyhogy ehhez gratulálom. Szervezi a klub foglalkozásait kulturális életért, sütés, főzés, nem csak az unokáknak, hanem a klubtagoknak is. Részt vesz a helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Magdi az egyik legfontosabb mozgatója a közösségnek. Magdikám, gratulálunk, sok erőt, egészséget! Köresné Andra Éva! Éviről ezt írta a szervezete. Először is az indoklást egy Maja Angelis idézettel kezdjük. Nézd meg a csapatot. Két csapattal jöttek most is gyúrni. Úgyhogy most nagyon figyeljetek ott hátul, csak azt tudod jól csinálni, amit igazán szeretsz. A célod ne a pénz legyen. Ehelyett keresd azt, amihez valóban értesz, és tedd olyan jól, hogy az emberek le sem tudják venni a szemüket róla. Kölesné Vandra Éva elnöki tevékenységében mindenki láthatja, hogy igazán ért a vezetéshez, lelkesen, szeretettel teszi ezt, oly sikeresen, hogy az emberek szinte le sem tudják venni a szemüket a tevékenysége nagyszerű eredményéről. Olyan körülmények közt vette át a Városi Egyesület vezetését, amit senki nem irigyelt tőle eddig. Ragyogó jó ötletei vannak, rátelenettségét bebizonyította azzal is, hogy az alig egy esztendő alatt sikeresen megteremtette a fűtés, korszerűsítés anyagi fedezetét, alig pár hét alatt meg is valósította munkatársaival azt, amit korábbi évek alatt csak álmodni tudtak. Kicserélték egyesületük nagyon használt gázkonvektorait mai színvonalú korszerű konvektorra. A termekben az elavult világítást is korszerűsítették ledes világításra. Mindezt alig egy esztendő alatt. Szinte elképzelni is jó, hogy hova jutottunk, majd ilyen szeretettel, hozzáértéssel
folytatott további vezetésével. Csak gratulálni tudunk Körösnév Andra Évának eddigi munkájához, és további munkájához jó erőt, egészséget kívánunk, és várjuk a partneri együttműködést a Megyei Szövetség nevében is. Köszönöm! Ferenyi Károlyné, Elsike Pereiné így gyúrta a kolbászt. Gyere szívem, gyere! Frissen, fürgé fiatalon, tudom, hogy úgy fáj a lábad. De azért táncol, énekkaruk van, társcsoportjuk van, és amit el lehet képzelni minden. Hát ettől megy még így. Elsike 1948. harmadikó 13-án született Okányban, a Békés Csabai Sebes György közgazdasági technikumban végzett. 25 éven keresztül a Békés Csabai konzervgyárban dolgozott diszpécserként, majd évekig a Református Egyháznál adminisztrátorként. Két évig, mint tag tevékenykedett, és megválasztották kulturális vezetőnek. 6 éven keresztül helyettesként, majd 9 éve, mint Sarkad és Vidéke Áfész Nyugdíjas Egyesület elnökeként tevékenykedik. 2012-ben Sarkad város önkormányzata Sarkad közszolgálatáért kitüntetésben ismerte el a munkáját. A Megyei Szövetség pedig most ezzel az oklevéllel szeretné elismerni a munkádat, és megköszönni Elsike azt a munkát, amit végzel, ehhez nagyon jó erőt, egészséget kívánva, és várjuk, hogy a jövőben is színesítsétek a programjainkat. Köszönöm. Józsefné. Németh Józsefné a Gerendási Nyugdíjas Egyesületnek 15 éve gazdasági vezetője és elnökségének is tagja. Munkáját a nyugdíjasok érdekében példamutató, áldozatkész és a közösség érdekében kimagaslóan végzi. Nagyon jól tudom a vacsorákat, a szervezéseket, a savanyúság készítéseket, tehát nagyon jó közösségi ember, és rengeteget segít az Egyesület munkájában. Köszönjük szépen neked, és a jövőben is nagyon jó erőt, egészséget kívánok. Járási nyugdíjas Omilják Mihályné. Elsike a Muronyi Ezüstévek nyugdíjas klub tagja 2002 óta. A klubba fél évvel együtt léptek be, és azóta igen aktívan részt vesznek a klub életében. Elsike a klub szakácsa, hát akkor legyetek jóba vele. Bár nem szakmája, de igen ízletes és finom ételeket tud készíteni. Rendezvényeken úgy, mint a falunap, szívesen főz, ahol főztjével első díjat nyert. Fenti munkájáért javasolja a klub vezetősége a kitüntetésre. Kívánunk a további munkájához jót, erőt, egészséget, és csupa jót, hogy minél tovább fogyaszthassuk az ételeidet, meg a kis közösségi rendezvényeken együtt lehessünk vele. Köszönöm. Patkás Józsefné. Patkás Józsefné, Irénke Sarkadfölesztúri Orhideák Nyugdíjas Egyesületnek az elnöke. 1957-ben született, amit nem is kellett volna bemondanom, mert a hölgyek ezt nem szeretik, de ide írtátok. Sarkad keresztülről az életem során, a munkáim során mindig emberekkel foglalkoztam. Nagyon szerettem a munkám. Ezzel én is így voltam, de az embereket szeretni kell. Aki nem szereti az embereket, az ne vállaljon közösségi munkát. 2011-ben egy maroknyi nyugdíjas keresett meg, hogy alapítsunk egy egyesületet, felkértek, hogy legyek a vezetőjük. Nagy örömmel vállaltam. 2011. március 16-án 32 fővel megalakult az Orhideák Nyugdíjas Egyesület. Azóta a létszám változó, voltunk már többen is, kevesebben is.
Az elmúlt időszakban sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk a kistérség nyugdíjas egyesületeivel. Részt veszük a rendezvényeinken. Mi minden évben megrendezzük a nőnapot, anyák napja, világnap, stb. Az elmúlt 8 év számomra nagyon sokat jelentett a kis egyesületünk tagjainak öröme, amit egy-egy rendezvény kapcsán kaptam tőlük. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy rám gondoltak az alapítás kapcsán, de remélem, hogy még sok évig tudok szervezni és irányítani a kis csapatomnak. Hát ezt mi is nagyon reméljük, és kívánjuk, hogy ez így legyen, és nagyon jó erőt, egészséget kívánunk neked a munkádhoz, és munkasikereket köszönjük. Jó, Gáborné! Jó Gáborné szinte a kezdetek óta tagja a Csorvási Nyugdíjas Érdekvédelmi Klubnak. Éveken keresztül vezetőségi tag volt, majd az ellenőrző bizottság elnökeként végezte lelkiismeretes munkáját. Bár már nem tölt betisséget, de munkájára mindig számíthatunk. Férjével együtt hasznos, aktív tagja a klubunknak. Munkáját ezúton szeretném megköszönni a Csorvási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, és természetesen a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége is, és nagyon jó erőt, egészséget kívánunk a munkát. Mészáros Géza, gyere légy szíves, Karcsi, Betegrend Géza orvosházáról. 1960-ban érettségizett, és kezdte meg egyetemi tanulmányait, és vett részt az üveggyár alapkőletételén, és lett a gyár ösztöndíjasa. Végig hű maradt első munkahelyéhez, nyugdíjba vonulásáig. Folytatott példaértékű munkát végzett, műszaki és kereskedelmi területen egyaránt. A Nyugdíjas Egyesületet támogatta 90-től, majd 93-tól tagjaként is aktívan tevékenykedik. Őt az irodai fejlesztések területén a számítástechnika bevezetése, a fotó, a videó, a projektor használata területén volt jelentős a szerepvállalása, ami nem utolsó, mert szerintem ez kell nekünk a legjobban, a technikának az elsajátítása. Évtizedek óta meghatározó a munkája, az Egyesület életével kapcsolatos kiadványok, könyvek, tablók készítése, honlapkezelése. Lehetőségeihez mérten ma is segíti a munkát, így méltán javasolja a tagság a szövetség kitüntetésére. Köszönjük szépen neki, és további jó erőt, egészséget! Bánfi István! Gyere, Pisti! A Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub Bánfi Istvánt javasolja, kitűnt. Egy pici csendet kérek, azért ez olyan ünnepélyes pillanat, különösen a kitüntetetteknek, és legyünk már részesei. A Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub Bánfi Istvánt javasolja kitüntetésre. 15 éve klubtag, 5 éve a Nyugdíjas Klub vezetőségi tagja, valamint 15 éve Béliárd klubtag is. Nagyban segíti a munkát, minden rendezvényen aktívan kiveszi a részét a teendőkből, bármikor megkérjük, a kocsival is rendelkezésünkre áll, és mindig lehet rá számítani. Nagyon jó kedvű közösségi ember, segíti társait. Kérjük, hogy légy további segítségünkre az elkövetkezendő években is. A megyei szövetség nevében is nagyon jó erőt, egészséget kívánok, és nagyon sok erőt. Köszönjük szépen! Szász Istvánné, Mezőkovácsházi, Szász Istvánné Piroska.
a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület alapító tagja, az egyesületünk közös programjaiban szívesen vesz részt. Rendezvényeinken vállal feladatokat, a kapcsolattartásban aktív, szívesen képviseli az egyesületet és a többi klub rendezvényein. Kívánjuk, hogy kedves lényében a továbbiakban is érezze jól magát, erőben, egészségben, és sokáig segítsd a munkákat a Megyei Szövetségben is. Köszönöm. Most az egyszer nem fogsz fényképezni, meg videót készíteni, hanem ide jössz mellém. Ő az állandó videós. Valaki, én nem mondom meg, mikor születtél. Az általános iskoláit Sarkadkeresztúron végezte. Ezt követően jelentkezett Szabadkígyósa a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzőbe, élelmiszertartósító szakra. Érettségi után a közgébe. Érettségi után a szakmai további fejlődése érdekében elvégezte Nagykörösen az élelmiszer tartósító technikumot. Munkahelyemen 40 éven keresztül a Békés Csabai konzervgyárban dolgoztam, hát ami most ugye Bondó elnéven ismert. Voltam termelésvezető, művezető 13-ban. 40 év szolgálati idő után mentem nyugdíjba, és Békés Csabáról Gyulára költöztem. Nyugdíjasként kívesen látogatok el megyei, városi és civil szervezetek rendezvényeire, és felkérésekre fotót és videót, és hogyha igény van rá, CD-t is készítek. Hát nagyon szépen köszönjük neked, mert a mai napot sem tudnák nélküled megörökíteni. Részt vett a tavasz köszöntőn, ugye, ahol a megyében működő klubok és egyesületek vannak jelen, hagyományőrző népdalkörök, békésen rendezett megyei szövetségi rendezvény, országos szenior táncverseny, családi egészség és sportban, idősek virágnapja, nemzetközi, nem sorolom tovább. Irénkém, köszönjük szépen a munkádat és a munkádhoz, a jövőben is nagyon jó erőt, egészséget kívánunk, és továbbra is segítsél nekünk, jó? Jó lenne nem mindenki eljárni. Kovács Sándorné! Jani, egy kort vizet kérdjük, ha lehet. Az idős Kovács Sándorné, a Békés-Sámsoni Nyugdíjas Klub elnöke. Nevezett, azt mondja, a határőrség állományából került nyugállományba, azonnal bekapcsolódott a Határőr Nyugdíjas Egyesület munkájába. Ezen kívül lakhelyén a Békés-Sámsoni Klub aktív tagja, majd vezetőségi tagja és később elnöke lett. Megalakította a Nyugdíjas Klub énekkarát, amelyel a helyi rendezvényeken kívül nagyon sok megyei, regionális rendezvényen is részt vesznek, és szép eredményekkel térnek haza. Az Orosházi Járás Nyugdíjas Egyesületének megalakulásakor a Békés-Sámsoni klubjával azonnal belépett a szervezetbe, ahol kitűnt aktivitásával és hamarosan elnök helyettesé választották, mely funkciót jelenleg is betölti. Hortoványi Zoltán nyugalmazott rendőrezredes, a határőrök, és mi a Megyei Szövetség részéről is szeretnénk megköszönni a munkádat, a kis közösségeddel együtt, és azt, hogy részt vettek a megyei rendezvényeken, színesítitek, meg segítek, meg támogatjátok ezzel a szövetséget. További jó munkát neked! Erőt, egészséget! Kociha Györgyné, Nagy Róza, nem mondom meg, hogy mikor születtél, Sarkadon töltötte a gyerekéveit, 48 évvel ezelőtt férjhez ment, két gyereke és három unokája van, akire nagyon büszke. 14 éves kora óta dolgozik, mint közülünk annyira, hogy nagyon sokan. Majd az EU-ben a Pándi Kálmán kórházból már nyugdíjba. Pszichiátriai szakápolóként hivatásomat nagyon szeretem, ezt írja, 44 és fél év ledolgozott
idő után jöttem el nyugdíjba. Aktív koromban is részt vettem a civil életben, kreatív munkát végeztem. A Békés megyei Hápolók Egészségért Alapítvány rendezvényei szervező előadó önkéntesként dolgoztam. Rendszeresen kaptam elismeréseket, Pán Dinővér cím, miniszteri dicséret, folyamatosan részt vettek segítőként alapítványok, civil szervezetek, nyugdíjas kundok életében. Esembetegek Egyesülete rendezvényein az otthonápolást is csinálja. A magatartás problémás gyerekek toborzása. Férjem tűzoltó volt, ahol 1972 óta segítőként dolgozik. Városi nyugdíjas rendezvényeken észtelosztás, adományosztás mindenütt tevékenykedik. Nyugdíjas akadémia tagjaként civil munkát végez. Szociális érzékenységem a segítségre szorulók iránt végig kísérti életemet. Vallom, adni, segíteni jó. Hasznosnak érzem magamat, és ez erőt ad és jó érzéssel tölt el. Köszönettel tartom azoknak, akikkel együtt tehetek másokért. A Gyulai Nyugdíjas Egyesületek rendezvényein bármikor lehet segíteni, aktív hozzáállására számítani. Mindenben és mindenkor lehet rá számítani, én ezt tudom, és köszönjük szépen, és gratulálunk neked, és a munkádhoz a jövőben is jó erőt, egészséget. Kocsiha György! Sarkadon született, ahol gyerekkorát is töltötte, 48 évvel ezelőtt nősült, két gyereke és három unokája van, amire nagyon büszke. Nagyon szereti a hivatásomat, az életi nagy részét is kitölti. Nagy odaadással lelkiismeretesen végezte a munkáját mindig, mellette civil munkát is végzett. Kezdettől részt vett a testvérvárosok közötti bajtársakkal való kapcsolat építésében, ápolásában. Belügyminiszteri és nemzetközi kitüntetéseket kapott. Nyugdíjasként szervező, önkéntes munkát végzett, aktívan részt veszek rendezvényeken, versenyeken. A Nyugdíjas Tűzoltó Klubjának és a Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi és elnökségi tagja 2010 óta. Az Egyesület elnökségi tagjaként mindennemű megmozdulásban lehet rá számítani. Szintén bármilyen megyei és városi rendezvényen is. Mint a jelenleg is folyó kolbásztöltő versenynek is aktív résztvevője. Nagyon sokáig csinálja, köszönjük szépen neked és munkádhoz jó erőt, egészséget ki. Nem tudom, hogy el tudott-e jönni. Nem tudott? A Békés Csabai Nyugdíjas Pedagógus Klub alelnöke. Aktív korában óvőnőként dolgozott, és most nyugdíjas vezetőként empatikus készségével mindenkinek segítségére van a problémák megoldásában. Példát mutatva társainak, szívügye az összefogás és a közösség erősítése. Hosszú idő óta a klub kultúrfelelőse, összekötő a kulturális intézményeknél. Ragyogó szervező, igazi közösségi ember. Mielőbbi felépülést kívánunk neki, Judit, és nagyon jó erőt, egészséget a munkának. És ne menj, Judit, a helyedre, Krajcsovic Mihályné. Judit Kácsa nagyon kell megmutatni a Szövetség Méltányossági Nyugdíjintézője. 2002 óta a Békés Csabai Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetője, 2009 óta, mint elnök irányítja az Egyesületet. Nagy hangsúlyt fektet a közösség építése és az aktív időskor megérésére. Programjait is ehhez igazítja, akár kultúra, akár sport események vonatkozásában, cél a szabadidő hasznos eltöltése. A Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége ellenőrző bizottsági tagja és méltányossági nyugdíjintézője. Szívügye a rászorulók segítése, segítségükre van a kérelmek megírásában
és az illetékes helyre továbbításában. Kiveszi részét a rendezvények szervezésében. Köszönjük szépen, Juditka, a munkádat, a továbbiakban is számítunk rád, és ehhez jó erőt, egészséget kívánunk. Köszönjük szépen a Megyei Szövetség. Gabnai István, gyere Pisti! Az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségre javasolja a Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete, a Orosházi Járások Nyugdíjas Egyesületének elnökét, Gabnai István urat. Gabnai István nyugdíjba kerülése után azonnal bekapcsolódott az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének munkájába, majd hamarosan csatlakozott a Határőr Nyugdíjasok Határőr Egyesületéséhez. Csak hamar kitűnt szervező tevékenységével, és csapatember, az látszik. Így csoportvezetőnek választotta az Egyesület közgyűlése. Pici csendet kérek! Több évig szervezte csoportja munkáját, és aktívan részt vett az Egyesület programjának megvalósításában. 4 évvel ezelőtt az Orosházi Járás Nyugdíjas Szervezetei Egyesülete elnökévé választotta. Azóta is aktívan végzi a munkáját, valamennyi tagszervezet megelégedésére. Hát köszönjük szépen, Pisti, a munkát, amit végeztek, és segítitek a Megyei Szövetséget. Én köszönöm az együttműködést is, és nagyon jó erőt, egészséget kívánok a jövőben is a munkátokhoz. Köszönöm. Jónás Sándorné, gyere Juditka! Az Észak-Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnöke. Jónás Sándorné, Juditka 95-ben lépett be a Körösladányi Őszigék Nyugdíjas Klubba, ahol már az elején meghatározó szerepe lett a közösség munkájában. Érdeklődéssel, aktivitásával formálta a helyi közösség életét. 4 évig volt a Nyugdíjas Klub aktív vezetőségi tagja, majd alelnöke. Az Észak-Békés megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesületének előbb alelnöke, majd 2016-tól az elnöke lett. Amikor szembesült a közösségek társadalmi anyagi hátterével, akkor kezdte el kutatni a működéshez szükséges források lehetőségét. Különböző pályázatokat kezdett el autodidakta módon írni. Egy-egy sikeres pályázatból megszervezett rendezvény nagy örömet okozott Jutkának, és további erőt adott a következő pályázati lehetőség kiaknázására. Jelenleg a Körösladányi Őszigék Nyugdíjas Klub tagja, az Észak-Békés megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesületén kívül még 2 civil szervezet aktív irányítója és pályázatainak írója. Juditka példásan gondolkodó 4 unokás nagymama, aki minden megtesz családjáért és a közösségekért. Juditka, köszönjük szépen neked, csináld a jövőben és segíts nekünk, és a munkádhoz jó erőt, egészséget. Gyapjas Lászlóné Mezőkovács háza. Gyere, Katika, gyere! Gyapjas Lászlóné Kati, ez a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület vezetőségének aktív tagja. Bármilyen ügyintézésben tevékenyen megbízhatóan szívesen vállal feladatot. Nagy ismertséggel, jó kapcsolattartással rendelkezik, amely segíti az Egyesület munkáját. Továbbra is számítunk segítőkész munkájára, és kívánunk neki nagyon jó egészséget, és kérjük, hogy segítse a munkát, mert az Egyesületekben, klubokban segítitek a munkát, ezzel a Megyei Szövetség munkáját is, hogy ilyen csodálatos emberek jöhessenek össze. Gratulálunk! Akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, gratulálok a munkátokhoz, és mielőtt majd elkezdjük az ebédet,
Még szeretne Ricsovinné Terike valamit mondani, jó? Egy percet figyeljetek ide, utána még elénekeljük a himnusz majd, és csak utána fogunk ebédelni. Köszönöm szépen, és nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Nyugdíjas Szövetség rendezvényén megjelent. Én a Mezőmegyer, és azt hiszem, hogy egész Békés megye nevében szeretném megköszönni Szrenkáné Erzsikének a munkáját, Idősek Világnapja alkalmából, és azt hiszem, hogy ezt mindnyájunk nevében szeretném átadni. Jó egészséget kívánok, és szeretném továbbra is, hogy ilyen jó közösséget hozzunk össze mindig. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és jó étvágyat az ebédre! Köszönöm, köszönöm a segítőimnek is, és Müller János úr, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének alelnöke szeretne szerintem gratulálni. Kedves kollégák, kedves előjáróság, nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket, és ilyen szép számmal jöttetek el. Erzsinek külön köszönöm azt a munkát, amit az idősek érdekében végez, példaértékű a várossal és a megyével való kapcsolata. Igazából ehhez egy másoló jelet kéne tenni és szétküldeni az országba, hogy ugyanilyen jó kapcsolatot tudna mindenhol mindenkivel ápolni. Ugye én egy nagyobb cégcsoportot is képviselek, és a mecénás családban nőttem fel, úgyhogy a 2020-as évben a Békés megyei Nyugdíjasok Szövetségét 1 millió forinttal fogom megtámogatni, hogy továbbiakban is erősítse mindazt a megyei és városi kapcsolatot a megyei és a város vezetőségét. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy továbbra is ugyanilyen jó közösséget tudjon építeni, ehhez kívánok neki és mindannyiótoknak jó egészséget és sok sikert. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm nektek, mert ez csapatmunka. Ha ti nem lennének, nem lennétek, és nem lennétek ilyen aktívan, nem segítenétek, akkor én nem kellenék. Köszönöm szépen, és most énekeljük majd el a himnuszt, és utána szerint pontoztunk. Pontoztuk az asztalnak a díszítését, a versenyzőknek, a gyúroknak a ruházatát, öltözetét, a higiéniáját, a kolbásznak az állagát, a színét és az eszközöknek a felhasználását. Ezekre 5 pontot adtunk,
és a sült kolbász, ami elkészült, azt megint megkóstoltuk, és arra pedig 20 pontot adtunk. Külön-külön értékeltük a csapatok munkáját, és a végén összeolvastuk a három zsűrit annak a pontszámait, és így jött ki a végeredmény, amit Ila fog majd elmondani nektek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Regős László úrnak az értékelést, és akkor majd átadom a szót, azért egy kicsit hadd izguljunk, nem adom át Ilának már is, hanem most előbb okleveleket fogunk átadni minden csapatnak, aki gyűlt. Én közben hadd köszöntsem Önöket nagy szeretettel. Én nagyon örültem, hogy itt lehettem, és egy új minőségemben, mert eddig mindig csak konferáltam különböző rendezvényeken, de most voltam zsűri először. Pontosabban nem, mert még a régi kiszes időkben egyszer felkértek, hogy egy ifjúság hegesztő versenyen legyek zsűri elnök. Hát mondjuk nem sokat értettem hozzá. Hát a kolbászhoz jobban értek. Nem készíteni, hanem enni. Úgyhogy sok finom kolbászt kóstoltunk meg, úgyhogy most egyelőre úgy érzem, hogy nem akarok se vacsorázni, soha többet nem akarok enni. Semmit. No, tehát mindjárt itt van a eredmény, de mindjárt elsikerül, és akkor az okleveleket minden csapat számára kiosztom. Találtunk egy ilyen Hello Kitty is, vagy Sofia hercegnős pénztárcát, szerintem valamelyik gyerek hagyta el. Sofia hercegnő van rajta, ma már elveszett táska is, de meglett a mosdóba. Ha hiányzik a Sofia hercegnős kis pénztárca, itt van. Sarkad és Vidékelfész Nyugdíjas Egyesület csapatának szeretném megköszönni a mai gyúrást, és szeretnék egy oklevelet átadni. Adjátok! Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete csapatának. Utána Békésmegyei Rendőr Nyugdíjas Egyesület csapatának. Az az átfő. Sarkon, igen. A Békésmegyei Rendőr Egyesület. Rácz, jó vagy? Jönnek, jó, köszönjük. Nem baj, hogy nem a Misi, hanem te. Gratulálunk és köszönjük. Akkor az őszikért Nyugdíjas Klub Körösne Adán csapatának. Gyere, Erzsike! Köszönöm. Szétkorúak Nyugdíjas Egyesülete résztő. Hol vagy Szarvasné? Nem Szarvasné, de nem baj. Akkor nincsen Szarvasné, azt mondja. Viharugrai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete csapatának. Gratulálunk maga. A Lencsési Nyugdíjas Klub csapatának is szeretnél átadni az oklevelet. Békésváros Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület. Fegyveres Erők és Testületek Jogállományú a klubja. Ére. Fegyveres Erők és Testületek. Nem tudom, itt vannak. Gratulálunk! Sarkad Keresztúri Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület csapatának. Gratulálunk! Ja, az a kettes csapat volt. A Csarkad Keresztúri Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete egyes csapata. Lovász József, Lovász
Karlajos csapata Gyula. Gyulai civil szervezetek szövetsége csapata Katié. Gyere, Zárdám. Az a kettes csapat. Most jön az egyet, mert lehet, hogy mind a kettőt te viszed, ne? A Gyulai civil szervezetek szövetsége kettes csapata. Orosári nyugdíjasok érdekvédelmi egyesülete egyes csapata. Gyere, Karcsi! A kettest is neked adhatom? Egyszerűen. Jó, Karcsikám, köszönjük! Hatalmi nyugdíjasok, Orosági Egyesülete egyes csapat. Jó. Határőr nyugdíjasok, Orosházi Egyesülete kettes csapata. Gratulálok nektek! Kettes csapat, gyere szüve! Gratulálok! A bizottságnak szeretnék köszönni! Azt mondja, hogy Aranykor Városi Nyugdíjas Klub Komárdi, ő bihari bölgérlányok. Zolikám, látom, hogy már jól, tehát bihari, az Aranykor Városi Nyugdíjas Egyesület Komárdi és a bihari bölgérlány. Zolikám, ezt megkaphatod, de a lányokét nem. Azt mondja, Békés Városi Nyugdíjas Egyesület, Janyán Békés Csaba Városi Nyugdíjas Egyesület néptárs csoportja, kettes csapat. Lacikám, gratulálunk! És Békés Csaba Városi Nyugdíjas Egyesület néptárs csoportja, egyes. Na, és akkor most már igazán átadom a szót Szabó Ilának a zsűriből, hogy mondja el, hogy hogyan alakult a mai nap helyezettje, vagy hogyan alakultak a helyezettek. Azt már mondtuk, hogy mindenkivel. Tessék! Hát, amikor kialakult a végső eredmény, akkor azért megkérdeztük itt a zsűri tagokat, hogy hol van a vészkijárat. Mert hát nyilván minden esetben, amikor a zsűri döntést hoz, akkor hát nem minden csapat nyer, olyan értelemben, hogy nem mindenki kapja a Vándorkupát. De én úgy gondolom, hogy mint ahogy el is mondtuk, hogy tényleg mindenki nyert, azért, mert nagyon finom kolbászokat készítettek a csapatok, és ez már jelenik, hogy együtt voltak, együtt voltunk itt, és nagyon jó zenéket hallgattunk, láttam, hogy még a parkett táncosa is itt ugye táncolgattak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy kellemes délelőtt és délután tölthettünk el együtt. Na, akkor bontom a papíromat. Oklevél, hogy várjuk meg. Jó? Az nincs meg. De azért elmondja az eredményeket? Jó. Jó. Akkor úgy állapodtunk meg, hogy a külön díjak következnek legelőször is, hogy minél inkább fokozzuk az izgalmakat. Na megvan, kis cica. Jó, megvan. Hát biztos, hogy a tiéd, mert nagyon összhangban van a ruháddal az a pénztárca, úgyhogy igazi nő is volt, igaz? Figyelni kell minden apró részletet. Na, hát akkor a külön díjakkal kezdjük. A külön díjak közül már is szólítom ide, hogy átverhesse a külön díját. A Pustas Asztal Körös Ladány csapat. Tehát külön díjban részesül a Pustas Asztal Körös Ladány csapat. Gratulálok! A zsűri férfi tagjai tudják átadni önöknek serveget. Aztán már is mondom a következő külön díjast, a 24-es asztal Tóth Kondós csapatát is várjuk. A külön díjban részesült, tehát a 24-es asztal Tóth Kondósi csapat. Itt van a Tóth Kondós, vagy már megvan, nagyon jó. Azt hittem már elmentek. Ugyancsak külön díjban részesül a Komádi Böllér női csapat a 17-es asztalnál dolgozó. A
a Komádi Bölgyek Nő csapata. Igen, itt lehet átvenni a serlegeket. Tehát Komádi Tóth Komlós, ugye? Körös Ladár? Tóth Komlós. Tóth Komlós, úgy van. És itt a Komádi Bölgyek Nő csapat, igen. Komádi Bölgyek Nő csapat. Ugyancsak külön díjban részesül a 11-es asztalnál dolgozó Sarka Keresztül csapata. Tehát a 11-es, de a 11-es asztalnál csak egy csapat volt, ugye? Na, hanyas csapat volt? Na jó, de hanyas, ez Sarka Keresztül 2-es vagy 1-es a 11-es asztalnál? Sarka Keresztül 2-es, jó. Igen, és a Sarka Keresztül 2-es csapata, ugye a 11-es asztalnál dolgozó. Gratulálok! Ugyancsak külön díjban részesül a 12-es asztalnál dolgozó orosházi nyugdíjasok. Orosházi 12-es asztalnál addig dolgozók. Hol vannak? Itt van valaki a csapatban? Igen, igen, jó. Tehát akkor a 12-es asztalnál dolgozó csapat is megérdemelt külön díjat. Nyugodtan, úgy van, utat kell oda, legyen szíves. Én csak beszélek, de igazából ajándékot vannak a férfi zsűri tagoknak. Ugyancsak külön díjat kap a 22-es asztalnál dolgozó csapat, a Sarkadi Nyugdíjas Egyesület. Tehát a 22-es asztalnál dolgozó Sarkadi Nyugdíjas Egyesület. Itt vagytok? Várjuk, fiúk. Senki? Ja, jó. Tehát a 22-es asztal Sarkadi Nyugdíjas Egyesület csapata már is jön. És ugyancsak külön díjban részesül még a 2-es asztalnál dolgozó Békés Csaba Városi Nyugdíjas 2-es csapat. Elfogytak a külön díjak, úgyhogy most már a dobogós helyezések következnek. Gratulálunk minden csapatnak, aki külön díjat vett át. Dobogós helyezések következnek nem sokára. Tehát akik külön díjat vettek át, azok úgymond a dobogóra nem kerültek föl, tehát a többi izgulva. Mehet? Lágyunk ki. Mehet? Dobogós helyezés. Hát a harmadik helyezettel kezdjük. Harmadik helyezettel a 18-as asztalnál dolgozó Komádi Böllér fiú. Úgyhogy a Komádi Böllér fiúkat várjuk, nagy szeretettel jönnek, és így bizony. Szeretettel gratulálni nekik, és sok finom borbát készítsenek még a jövőben is. Na, mondhatom, vagy még írjátok azok neveleket.
akkor várunk véget kicsit. Nyilván, ha valaki elmegy egy versenyre, akkor a legszebb öröm, amikor az első díjat kapja meg, de hát mondtam is, hogy nem mindenkinek. Ez a vándor serleg, amit majd jövőre, hát majd megtartják, majd pedig át kell adni annak, aki megnyerte. Mondhatom? Mondhatom. Tehát 2019-ben ezen a kolbász olimpián, vagy hogy nevezzem, úgy nevezzem, ugye, hogy kolbász olimpia, igen, nagyszerű. Tehát akkor az olimpikon kolbásztöltő csapat, a hatos asztalnál dolgozó Békés Csaba lencsési csapata. Tehát akkor a Békés Csaba lencsési nyugdíjasok, a hatos asztalnál, akik dolgoztak, úgyhogy ők nyerték meg az idén ezt a vándor serleget. Köszönjük szépen a tapsot! Tehát nagy szeretettel gratulálunk minden, egyrészt minden nyertes csapatnak, másrészt pedig mindazoknak, akik itt részt vettek, hiszen a hangulat, az együttlét azért kárpótol mindenki az örömét, vagy hát a bánat érvesetnek, de úgy gondolom, hogy nem kell bánat. Rá kell írni egy pillanatra. Viszont hozzá csak megmutatja. Jó. Jó. Rá lesz még gravírozva a csapat neve. Jó, hát akkor én még egyszer szeretnék egy nagy tapsot kérni önöknek, nektek, hogy itt voltatok együtt, és jó hangulatban telt el ez az idő, úgyhogy egy óriási ováció, nagy taps, éljen! És akkor én megköszönöm a részét, tehát hogy részt vettem egyáltalán ezen a délelőttön, és a jury szerintem életemben először így. Úgyhogy további nagyon jó szórakozást kívánok, és jó egészséget, mert mostanában lassacskán én is nyugdíjas leszek, és mindig el szoktam mondani, hogy jó egészséget kívánok. Talán ez a legfontosabb. Viszontlátásra! Akkor szeretném mondani, hogy egy dolgot elfelejtettünk. Viharukra polgármesterem Akra Tibor úr felajánlott egy csomagot, Pacsikáné Baba, hol vagy? Légy szíves, gyere át! Gyere, vedd át, és a kormányi júló csapatnak, és szeretném megkérdezni, hogy ki volt a harmadik helyeket, mert az oklevelét nem vette át. Bocsánat, elém tetszett találni filmet. Ha? Ki volt a harmadik, írjatok. Komádi Bölvérek, az is az övéki, akkor meg fogja várni Zoli a jövényt, az a kosanom. Köszönjük szépen polgármester úrnak a felajánlást. És át kellett volna, hogy adjam az előbb, mikor kim voltál. Gyertek jövőre is, Gyurgyi Berti, harmadszor voltatok. Három a magyar igazság, meg minden. Polgármester úr ajándékot. Baba, gyere, add át. Ezt meg... Nagyon szépen köszönöm a gyúró csapatot!